Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács december 20-ai Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid képes ajánlunk. Amikor a gyerekek adnak, a város óvodásai és iskolásai díszítették a különböző intézményeknek szánt fenyőfákat a Szeretetlánc akció keretében. Egy délután az elesettekért, szeretett vacsorával készültek a rászorulóknak Mohács főterén. Sportos télapóvárás, idén is megrendezte a Mikulás futást egy lelkes mohácsi közösség. Kreatív ünnepi készülődés kicsiknek és nagyobbaknak, téli varázs címmel hirdetett foglalkozást a Manóház játszóház. Isten jelenléte egy mosolyban, advent harmadik vasárnapján meggyújtották a templomokban az öröm rózsaszín gyertyáját. Jól zárta az őszi szezont a Motex KC. A mohácsi férfi kézilabdások a harmadik helyen végeztek. Minden évben kedves és megindító mozzanata Mohács karácsonyi készülődésének, hogy a városban működő óvodák és iskolák, valamint a Pándi Kálmán otthon a Széchenyi téren díszítenek fel egy-egy fenyőfát a maguk barkácsolta dekorációval. A sokszor kicsit bizonytalan kezek is kiemelt gondossággal vágnak, hajtogatnak és ragasztanak ilyenkor, mert tudják, most ők adnak ajándékot. A Szeretetlánc akció fái a helyi intézményekbe, hivatalokba kerülnek, hogy az évvégi rohanásban emlékeztessenek az ünnep valódi jelentésére. Az év során számos rendezvényen találkozhatunk külön-külön Mohács világi és egyházi óvodáival, iskoláival, valamint a Pándi Kálmán otthon lakóival, így együtt azonban csak egyszer egy évben az adventi időszak Szeretetlánca alkalmából. A Széchenyi téren mind feldíszítenek egy-egy fenyőt, melyeket azután a városi hivatalokba, intézményekbe visznek. Sosem marad el a szimbolikus erejű készfogás és a nagy közös kör alkotása sem. A program szervezője Hegedűs Emese nyilatkozott a Városi Televíziónak az akcióról. Ez a negyedik alkalom az idei évben, és azt gondolom, hogy most valósult meg az, amit mi 4 éve megálmodtunk. Közel 400 gyerek volt itt a téren, és valóban egy kicsit ilyen hangulati, karácsonyi hangulatot tudtak ide varázsolni nekünk. 400 gyermek hány intézményből jöttek össze, és hát ugye nem csak gyermekekről van itt szó, vannak felnőttek is köztük. Összesen 15 karácsonyfa került feldíszítés, ez azt jelenti, hogy 15 intézmény vett részt a rendezvényen. Most megpróbálom őket felsorolni, jó? Tehát az Újmohácsi óvoda, az Újmohácsi iskola, a Parkutcai általános iskola és a Parkutcai óvoda, a Boldog Gizella katolikus általános iskola, a Szent Ferenc óvoda, a Mohácsi Kisfaludy Károly gimnázium 6.-7. osztálya, akkor a Brodaris téri iskola, a Széchenyi téri iskola, a Rókus óvoda, az Ötvös óvoda, a Meixner Ildikó egymi, a Pándi Kálmán otthon, a Schneider Lajos művészeti iskola egyik csoportja. És bízom benne, hogy senkit nem hagytam ki. Ezek a szépen feldíszített fák ugye egy elvi zsűrizésen is átestek, de nem is ez volt talán a lényeg, bár mondjuk el, hogy a gimnázium csapata kapta meg a kiemelt díjat, vagy az első díjat, de mi lesz aztán a fák sorsa? Minden feldíszített fa egy-egy közintézményhez kerül, tehát a kórházba, a Gólya utcai szociális otthonból a 2 fát is tudtunk ajándékozni, a rendőrséghez szintén 2 fát, a Busó udvarba, a Kossuth Film Színházba, a Duna Irodaházba, a Pándi Kálmán otthonba, az Újmohácsi óvoda is kapott, a polgármesteri hivatal, a járási hivatal és a Kossuth Film Színház. Az egyik legnagyobb látványosság azt hiszem ezen a rendezvényen, és a gyerekek a leginkább várják talán, az a szaloncukorágyú. Igen, az idei évben 23 kiló szaloncukrot lőttünk ki, és szerintem a gyerekek még elbírták volna egy pár órán keresztül, de én azt gondolom, hogy aki itt volt, az mindenki jól érezte magát, és bízom benne, hogy mindenkinek sikerült markolnia a szaloncukorból. Ha jól láttam, és ez remek ötlet, nem úgy történt ez az ágyú kilövés, hogy aki kapja, marja, hanem azért különböző hullámokban és különböző korosztályoknak. Ez is ugye az első évből már tanultunk, mert akkor az iskolások kerekedtek felül az óvodásokon, úgyhogy most már azóta úgy rendezzük ezt a cukorágyút, hogy először az óvodásoknak lövünk 3-szor, és ezt követően pedig az iskolások kapják meg a saját adagjukat. Az ünnepi hangulathoz a szaloncukron és a gyönyörűen feldíszített fákon kívül hozzájárult a meghitt dalolás és muzsika, és ezt kinek köszönhetjük idén? A Mohácsi térségi általános iskola Széchenyi iskolájának énekkara adott egy fél órás műsort. Valóban nagyon szép, autentikus, karácsonyhoz élő dalokat választottak, a felkészítő pedagógusuk pedig elért Márta tanárnő.
Ha már itt a téren beszélgetünk, és a szeretet a fő mottoja a beszélgetésünknek és a program koncepciójának is, akkor említsük meg a Mindenki Karácsonyfáját is, amely egy élőfa itt a tér sarkánál. Meddig látható még, és mikor került feldíszítésre? Mindenki Karácsonyfája ugye már advent előtti pénteken feldíszítésre került, és ha jól tudom, akkor január közepéig feldíszítve lesz. Minden este eljöhetnek ide, és gyönyör köthetnek, hiszen ki is van világítva a fenyőfa, és egyébként a díszek azok természetes alapanyagból készültek. Most valósult meg az, amit 4 éve megálmodtunk, nyilatkozta a Városi Televíziónak a Szeretetlánc szervezője. Hegedűs Emese kiemelte, közel 400 gyermek és a Pándi Kálmán otthon lakói vettek részt a programon. A város főterén minden meghívott intézmény feldíszített egy karácsonyfát, melyek mások mellett a kórházba, a Gólya utcai szociális otthonba, a rendőrség épületébe, a városházára és a járási hivatalba kerültek. A közös kör alkotása és az együtt éneklés után a gyerekek nagy örömére immár visszatérő jelleggel beindult a sorozatlövő szaloncukorágyú is. A szervezők ügyeltek arra, hogy az ízletes karácsonyi desszertből mindenkinek jusson. A szeretetlánccal egy időben indult útjára a szeretet vacsora, melyet idén 4. alkalommal rendeztek meg városunkban. Az adventi készülődésben a szervezők nem csupán felhívják a figyelmet a rászorulókra, de tesznek is azért, hogy az ünnep számukra se teljen nélkülözésben. A Széchenyi téren forró tea, kalács és gondosan összeállított csomagok várták őket. A támogatóknak és a segítő szándékú embereknek köszönhetően egyre tartalmasabbak a kiosztott csomagok, mondta el a szervezők nevében a Mohács kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetője. Fehér László a 4. alkalommal megrendezett szeretett vacsorán kiemelte. Sajnos még mindig van igény erre az akcióra, de sok magánszemély is fontosnak érzi, hogy segíthessen. Azt gondolom, hogy azok a rászorulók, akik tényleg úgy érzik, hogy be kell jelenniük ezen a délutánon, nem véletlen vannak jelen. Örömünkre szolgál, hogy rendelkezésre állhatunk. Mi is nagy izgalommal készülöttünk erre a programra. Szerencsénkre voltak olyan támogatóink, akiktől megkaptuk azt az anyagi támogatást, és tárgyi eszközökben is megjelent az adományozás, amivel tudjuk örömet szerezni számukra. Egy évről évre egyre több és szebb ajándék kerülhetnek abban a csomagban, amit készen lehetnek. Csomagról beszélünk, mit tartalmaznak jellemzően ezek a csomagok, és hogyha valaki most idén nem tudott segíteni, de szeretne jövőre, akkor mivel készüljön? Nagy meglepetettségemre szolgált, hogy a belvárosi áruházba, élelmiszerboltba bementek a városlakók, és ott már ők vásároltak, és leadták a csomagjaikat, hogy mondom, sárcsot is jönnek és el fogják vinni. Többen voltak így, körülbelül a 30 ezer forint értékben kaptuk így adományt. A csomag tartalma tartós élelmiszer legfőképpen liszt, cukor, étolaj és száraz tészta, és hát van egy támogatónk, az Írvosár Magyarországi vállalkozás, akik most már második éve támogattak bennünket, tőlük kaptunk 3 raklapnyi olyan adományt, amit nem tudtak értékesíteni a kiskedős forgalomba, ezért mi részesülhetünk ebből az ajándékcsomagból. Vacsoráról beszélünk, szeretett vacsoráról, és ez nem csak amolyan átvitt cím vagy elnevezés, hiszen valóban egy kis vendégséggel, vendéglátással is készültek. Igen, hát a Pandikában otthon van, elkészítették a kalácsot, túrós, mákos és diós kalács készült. A korábbiabban próbálkoztunk az a főtételt is biztosítsuk számokra. Azt gondolom, hogy szükség lett volna arra, hogy azt ők elfogyasszák, de valahogy nem jött ez úgy össze. Szégyelték ők ezt bizonyára, hogy nekik le kell ülni egy téren egy vacsorát elfogyasztani. Ez a kalács viszont nagyon jó ötlet volt, mert ezt nem kell leülni, és el lehet kicsit vonulni, és elfogyasztani a kalácsot is. Akik itt most valamilyen csomagot vesznek át, vagy kapnak egy szelet, vagy egy darab kalácsot, ők előre kellett, hogy regisztráljanak, vagy pedig bárki, aki jön és beáll a sorba, az kap? Hát regisztrációs szó sincs. Az előző évek gyakorlata alapján úgy döntöttünk, hogy egy kis cetlit kapnak a kezükbe, hogy a kollégáim, mikor átadják a csomagokat, akkor meggyőződjenek arról, hogy tényleg mindenki kapjon, és egy-egy csomagot tudnak átadni egy-egy személynek. Előfordult az elmúlt években, hogy valaki többször is sorba állt. Én elhiszem, hogy szüksége van arra az adományra, amit kaphat itt a csomagban. Hát nem csak mi vagyunk, akik tartósítószer tartóztanak
rászorult, nem úgy, hogy ők fel vannak sorolva, és más karitatív szervezetek is megajándékozzák őket, így eléggé szép mennyiségű ajándékot tudnak beraktározni, és figyelünk arra, hogy ha lehet, akkor mindenki egy csomagot vigyen haza magával. A mai alkalommal talán egy kicsit szegényebb a rendezvény, nem a szervezők múlik ez természetesen, de nincs itt köztünk Kovács József fontalan költő, akinek a nevéhez mindig fűződött egy felolvasó est, egy költészeti program, mondhatjuk így amatőröknek is akár. Igen, hát hiányoljuk mi is. Gondoltunk rá, hogy esetleg összehívjuk a csoportot, akik beállnak és elmondják ezt a verset. Ez nagyon nagy hozzáértés kellett volna ahhoz, hogy be tudjuk csinálni, és tegyük hozzá, hogy Kovács József fontalannak volt egy karizmája. Ha ő megjelent, akkor ő azt a csoportot tudta megszólítani, akik eljöttek vele, és úgy tudták eladni azt a költeményt, felolvasni azt a verset, hogy ahhoz hozzáfogható nem volt. Nem gondolom, hogy a később nem foglalkoztunk ezzel a gondolattal. Ha megérett az idő, akkor talán majd előhozzuk, és lesz felolvasás is. Akárcsak a szeretett láncot, a szeretett vacsorát is negyedik alkalommal rendezték meg Mohácson. Advent idején a szervezők nem csupán ráirányítják a figyelmet a rászorulókra, de tesznek is azért, hogy az ünnep számukra se teljen nélkülözésben. A Széchenyi téren forró tea, háromféle kalács és gondosan összeállított, tartós élelmiszercsomagok várták az elesetteket. Egy lelkes mohácsi társaság a közösségi oldalakban rejlő lehetőséget is kihasználva tavaly toborzott először résztvevőket Mikulás futásához. A szervezők akkor azt ígérték, az akció nem marad egyszeri megmozdulás, céljuk egy sportos hagyomány megteremtése. Szavukat betartva idén is meghirdették a programot és teljesítették a különböző távokat. Tavaly decemberben tűntek fel először a piros Mikulás sapkák a Dunaparton. Az akkor debütáló Mikulás futásba idén, ha lehet, még nagyobb lelkesedéssel vetették bele magukat a résztvevők. A hidegben a bemelegítés különösen fontos, Linder Ildikó vezetésével pedig mindenki sikeresen mozgathatta át tagjait a töltésen, a start előtt. De a szervezők forró teával is készültek, melyet a helyszínen frissen főztek. A Városi Televízió az ötletgazda Mózes Mónit kérdezte a programról. A második alkalommal került megrendezésre itt Mohácson a Mikulás futás. Tavaly volt ugye az első, ami nagyon jó időben zajlott, és nagyon nagy jelenléttel képviseltették itt a futás szerelmesei magukat. Nagyon örülünk, hogy idén is meg tudtuk rendezni, habár tegnap még úgy gondoltuk, hogy ennek itt sajnos lemondás lesz a vége, de az égiek közbeszóltak, és most egy száraz időszakot biztosítottak részünkre, hogy ezt az eseményt megrendezésre tudjuk keríteni, fordítani. Úgyhogy reméljük, hogy a futás kedvelői úgy gondolták, hogy mind a jelenlévők is létszámban mutatják, hogy ha esik, ha fúj, ha csak nem villámlik, akkor a futópályán a helye mindenkinek. Milyen távokon lehetett itt indulni a mai délutánban? A tavalyi volt ugye idézőjebb a tanuló évünk, és tavaly 5 és 10 kilométerre is kiírtuk itt a Mikulás futásnak a távjait. Idén úgy gondoltuk, hogy mivel a tavalyiból okulva sokat kellett azoknak várni, akik rövidebb távokat futnak, ezért idén csak három távot jelöltünk ki, az ovisokra gondolván egy 200 métert, illetve egy 3 és 5 kilométeres távot, és akkor így talán lehetőség lesz arra, hogy együtt szinte visszaérve egy közös kis társasággá kovácsolódjunk, és együtt tudjuk elfogyasztani az itt főzött finom teát, ami szerintem mindenkinek nagyon jól fog esni. Abban biztos vagyok. Mikulás futása a mai nap mottója. Ez azt jelenti, hogy a Mikulás sapkán kívül maga a Mikulás is előkerült? Természetesen a gyerekek itt már nagyon izgalommal várták, hogy mikor fog megérkezni hozzánk a Mikulás. Igen, megérkezett, habár koránál fogva elnézéseket kért sűrűn, hogy lassan érkezett ide, de annál nagyon örömmel érkezett. És voltak itt olyan gyerekek is, akik önként és dalolva nagyon büszke vagyok rájuk, szívből mondhatom szerintem a szüleik is, egy verssel, illetve egy mondókával kedveskedtek a Mohácsi Mikulásnak, úgyhogy gondolom, hogy a Mikulás nagyon jó szívvel fog visszaemlékezni a mohácsi látogatására. Nyilván a gyerekek számára a 200 méteres futás inkább szimbolikus volt, itt a visszafele úton már anyukája, illetve a bóját jelző ifjú hölgy, a forduló bóját jelző ifjú hölgy közösen, közöstővel hoztak visszafele, és a levegőben kalimpált a lába a kisgyermeknek, de hát azért ő is nekiramodott, ez természetesen nem az igazi teljesítményről vagy a versenyről szól, de azért amikor valaki
3 vagy 5 kilométert fut, ahhoz edzésben kell lenni. Itt is, ha jól láttam, akkor be is melegítettetek, nem is akárkivel. Igen, itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Linder Ildinek, aki, mint mohácsiak szinte mindenki ismer, vállalta idén is a tavalyihoz hasonlóan, hogy bemelegít minket. Ez nagyon fontos a sportolóknál, tudjuk, hogy az izmok egy kicsit nem merevedett állapotban kezdjenek mozgásba. Ugyanúgy az elején, ugyanúgy a végén is nagyon fontos futó számára és minden sportos számára úgymond a lenyújtás. Ezt nagyon sokan el szokták feledni, de majd az évek munkája majd kárpótolja őket, mert hogyha ezt megteszik, akkor a későbbiekben nem lesz problémájuk. Tavaly volt az első alkalom a debütálás, idén egy második nekifutás, ugye most már azért kiforrotta magát sokkal inkább, és az előző évek tapasztalatából tudtatok tanulni, hogy ezt említetted. Ez azt jelenti, hogy lesz jövőre is folytatás? Mindenképpen szeretnénk ebből hagyományt teremteni. Én nagyon remélem, hogy időzőjelben, csak az időjáráson kívül semmi más nem tud minket megállítani abban, hogy a gyerekek is felnőttek futni vágyók kettelésére ezt a rendezvényt továbbra is megrendezzük majd. És köszönjük szépen ezen alkalom adtán is a felajánlást, amit egy tombola sorsoláson a futás után fogunk kisorsolni. 3 felajánlásunk van, amit ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni. Második alkalommal rendeztek Mikulás futást Mohácson a Dunaparti töltésen. Mózes Móni ötletgazda a Városi Televíziónak elmondta, az egészen kisgyerekekre is gondolva 200 méteres távot is meghirdettek, a nagyobbak, illetve a felnőttek pedig 3 vagy 5 kilométeres távot választhattak. A szervező hozzátette, tavaly hagyományteremtő céllal indult az akció, így hát, ha csak az időjárás közben nem szól, jövőre is várják azokat, akik szép természeti környezetben egy kis sporttal is ünnepelnének. Ahogyan az eddigi híradásainkból is bizonyára nézőink számára is kiderült, Mohács idén is bővelkedik a különböző karácsonyváró adventi programokban. Legyen szó sportról, kultúráról vagy kreatív kézműveskedésről. Utóbbira jó példa a Manóház Téli Varázs elnevezésű játszóháza, mely másfél évtizede kínál az életkori sajátosságoknak megfelelő tartalmas szórakozást a gyerekeknek. Ahány asztal, annyiféle ötletes karácsonyi dísz, és mindezt egy kis felnőtt segítséggel a gyerekek maguk készíthették el a Dunairodaházban. A Manóház csapata a program mottójához híven valóban varázslatossá tette a telet, pontosabban az adventi készülődést. Az üzletekben pénzért megvehető ajándékokkal és dekorációkkal szemben egy-egy ilyen tárgy örök emlék marad, és sokkal személyesebbé teszi a karácsonyt. A Városi Televíziónak Hegedűs Emese szervező számolt be arról, milyen foglalkozások várták a gyerekeket. Most az idei évben egy kicsit visszanyúltunk a hagyományokhoz, a népi technikákhoz, úgyhogy aki ide ellátogat most, akkor díszíthet és készíthet mézes kalácsot. A mézes kalácshoz szükséges a méhviasz, úgyhogy méhviasz gyertyát készítünk, ajtóablak díszeket természetes anyagokból, a régi hagyományoknak megfelelően kis dióbabát készítünk, ami ugye lehet akár karácsonyi dísz, akár ablakdísz, Mikulás manót a kisebbekkel, ez vonalból készül, és szintén a kicsiknek van még hajtogatás is papírból, és mindenféle ilyen karácsonyi kis dísz tudnak készíteni. Ha jól tudom, akkor nem csak Mohácson népszerű ez a program, ezt úgy értem, hogy a könyvtár szervezésében vagy közreműködésével határon túlról is érkeztek magyar gyerekek. Így van, most már második éve a Betlen Gábor alap támogatásával lehetőség nyílik arra, hogy horvátországi magyar gyerekeknek a népi kultúrát, illetve a magyar nyelvet tanítsuk, és akkor az idei évben ez úgy nézett ki, hogy ugye volt több alkalom, amikor a magyar nyelv ápolására ilyen gyerekprogramok voltak, és az idei évben, a mai napon pedig ide jöttek, és egy kicsit a népi hagyományokkal ismerkednek meg. Az asztalok körül egyébként vannak visszatérő arcok, hiszen nyilván van egy adott korosztály, akiknek ez a program szól, de hát azért éveken át akár újra meg újra el lehet jönni. Tehát vannak ismerős visszatérő arcok? Igen, Sárhátról vannak visszatérő gyerekeink, illetve a Csányi Alapítvány gyerekeit várjuk, ugye ők a tavalyi évben is voltak, és természetesen vannak anyukák, akik már a felcseperedő, tehát már 10 éves gyerekekkel már nagyon sokat szor vannak itt. A hangulat valóban csodálatos, ezt mondhatjuk a nézőinknek is. A zene most csak azért nem hallatszik, mert a beszélgetésünk idejére a szervezők voltak olyan kedvesek és picikét lehalkították, de valóban minden asztalnál valamilyen más kreatív dolgot lehet elkészíteni, szakavatott segítséggel. Ezt is fontos kihangsúlyoznunk, hogy a gyerekek nincsenek magukra hagyva ezekben a munkálatokban, tehát ha olló van, vagy olyan úgymond veszélyesebb eszköz, akkor azért ott egy felnőtt is velük. Így van, tehát mindegy asztalnál képzett pedagógusok, illetve kézművesek várják a gyerekeket, és itt ennek az egésznek nem
az a lényege, hogy vásároljunk ajándékot, hanem egy kicsit a régi időket visszahozva mi magunk készítsünk a szeretteinknek egy-egy apróságot, amit akár a karácsonyfa alá is el tudunk majd helyezni. A gyerekeket általában ugye itt a szülők vagy a nagyszülők kísérik el, és hogyha jól láttam, akkor nekik legalább akkora öröm ez a közös foglalkozás. Az előbb én is készítettem egy pár fotót, ahol a szülők valóban ugyanúgy bekapcsolódtak a foglalkozásba, és elmélyülten díszítették a mézes kalácsot, illetve többen kipróbálták már a méhviaszgyertya készítést, illetve hát ami mindig nagy-nagy siker, az az ajtóablak díszek, ahol gyerekek, felnőttek egyaránt elkészítik azt, amit szeretnének. 17. alkalommal várta egy kreatív kézműves adventi délelőtre a Manóház csapata a gyerekeket. A Duna Irodaházban idén a népi technikák is előtérbe kerültek, nyilatkozta a Városi Televíziónak Hegedűs Emese. A program szervezője elmondta, szakavatott felnőtt felügyelet és segítség mellett a gyerekek az egyszerűbb papírhajtogatáson túl mézes kalácsot, méhviaszgyertyát készíthettek, de összerakhattak természetes anyagokból ajtó és ablakdíszeket, dióhéj bölcsőben ringó babát, valamint Fonal Mikulás fejet is. Mindeközben szóltak az ünnephez kapcsolódó dalok és magyar költők megzenésített karácsonyi versei. Az adventi koszorú négy gyertyája közül az ünnep harmadik vasárnapján gyújtják meg az egyetlen rózsaszínűt. Az öröm gyertyájának lobogása már Szűz Máriára, illetve Jézus közelgő megszületésére utal. A mohácsi szentmisén Bacsmai László plébános a mosolyogni tudás jelentőségéről beszélt prédikációjában. Isten ránk mosolyog, mosolyogjunk mi is vissza rá, mondta Bacsmai László a harmadik adventi vasárnapon, melyet az öröm vasárnapjaként is említenek. A mohácsi plébános ünnepi prédikációjában hangsúlyozta, ha Isten terhet ad, akkor biztosak lehetünk abban, hogy erőt is ad a teher elviseléséhez. Krisztusban szeretett testvéreim, ahogy a Szent Mise elején is mondtam, ma az örvendezés vasárnapja van, latinul gaudete vasárnap, ami annyit jelent, hogy örüljetek. Az öröm vele járója a mosoly. Belegondoltam abba, hogy amikor egy gyermek megszületik, akkor nem mosolyog, hanem sír. Aztán csak később kezd el mosolyogni, miután meglátja az édes anyja mosolyát, és ezért ő visszamosolyog az édesanyjára. Ezért azt mondják, akik hozzáértők, hogy azok a gyermekek, akik állami gondozásban nőnek fel kisgyerekkoruktól fogva, akikre soha nem mosolygott rájuk az édesanyjuk, azok utána felnőttként sem tudnak mosolyogni, nem tudnak örülni, hanem egyfajta befele forduló, morgolódó, zsörtölődő emberré válnak. Milyen kivételes ajándék a mosoly? Valaki ezt így állította össze, hiszen nem kerül semmibe, de szívmelengető. Csak egy pillanatig él, de emléke megmarad. Örömet szerez, és táplálja a jó indulatot. Kiváló ellenméreg, irigység és rossz indulat ellen. Biztatást ad a csüggedőnek, erőt önt belé. Nem lehet megvenni, nem lehet kölcsönkérni és ellopni, nem jelent földi javakat senkinek mindaddig, amíg önként és jó szívvel meg nem ajándékoznak vele. Ha valaki túl fáradt ahhoz, hogy rád mosolyogjon, néz rád erősen, mert senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra, mint annak, aki már nem tud mosolyogni. Fontos az, testvéreim, hogy törekedjünk arra, hogy ezzel a belső derűvel éljünk, és ennek a belső derűnek a külső kifejezése legyen a mosoly. Úgy jó lenne, illetve hát meg is tehetjük azt, most pont itt is van a tévé, hogyha kedden 6-kor majd megnézzük magunkat, mert azért az operatőr nem csak a papot veszi, ugye? Tehát az
Most látjuk, hogy a pap mosolyog, vagy morcos, vagy grimaszokat vág, de fölveszi a híveket is. És bizony megnézhetjük magunkat, hogy néha, mondom, én kedden este általában vagy nem jut eszembe, vagy nem vagyok otthon, tehát nem a mohácsiakról beszélek, mert én nem tudtam visszanézni, de Szekszárdon ott ugye délelőtt fölvették, és akkor délután 3-kor adták le, azt néha láttam, és bizony, amikor a híveket pásztázta, hát valamelyik egy kicsit úgy kummott, aludt egy kicsit, a másik meg a morcosan nézett. Na mondom, azért nem egy vidám vasárnap, ugye? Most nem akarom reklámozni a másiknak de ez jó elnevezés, mert ha mondjuk szomorú vasárnap nevet adtak volna neki, hát akkor ki akarna menni szomorú vasárnapra. Ezért nekünk is, amikor itt vagyunk a templomban, kell, hogy bennünk legyen egy belső derű. Örülök annak, hogy megváltott ember vagyok, örülök annak, hogy itt lehetek a templomba, hogy együtt készülhetünk a karácsonyra. Tehát ezeket a kis örömöket jó, hogyha észrevesszük. Mert ha valaki olyan szomorkás a hangulatom máma vesz részt a szentmisén, akkor azok, akik látják, azt mondják, hogy na, ezért menjek én oda, szomorkodni. Hát nem ájtatosabb az, hogyha állandóan szomorkodunk a jó Isten előtt. Isten örül nekünk, Isten ránk mosolyog, és mi is mosolyogjunk vissza ő rá. Ezzel kapcsolatos következő kis történet, hogy egy kisfiú elhatározta, hogy ő elmegy és találkozni akar az Istennel. Összepakolja a hátizsákjába, szendvics, kóla, csoki, elindul. Nem jutott messzire, közeli parkba, ott lát egy idős nénit, aki pont a galambokat etetgeti. Hát gondolta, mellé ül, odaült mellé, hát megéhezett, gondolta, eszik egy szendvicset. Közben eszébe jutott, hogy a másikat odaadja a néninek. Odaadta neki, az rámosolygott. Nagyon szépen. Aztán az evés után inni is kell, az kólát is megosztotta vele. A néni megint nagyon szépen mosolygott. Majd a csokit is félbe törte, és másik felét odaadta a néninek. Aztán ott ültek egymás mellett, a néni mosolygott, a fiú nézte, aztán gondolta, hát most már késő van ahhoz, hogy én menjek világgá, hogy Istennel találkozzam, hazamegyek. De még mielőtt elindult volna, megölelte a nénit, és a néni még szebben mosolygott rá. Ő örömmel, vidáman, mosolyogva megy haza, kérdezi az édesanyja, kisfiam, hol voltál, hogy ennyire örülsz? Azt mondja ő, hát én az Istennel ebédeltem, és nem gondoltam, hogy ilyen szép a mosolya. Ugyanígy hazamegy a néni, a fia megkérdezi tőle, mama, hát hol voltál, hogy ilyen boldognak látlak? Tudod, én az Istennel ebédeltem, és nem gondoltam, hogy ilyen fiatal. Tehát látjuk, testvéreim, hogy a mosolyban az idős néni is, meg a fiú is, az Isten jelenlétét vélte felfedezni. Ezért fontos az, hogy mosolyogjunk, amikor csak tehetjük. Mert azzal, hogy mi mosolygunk, másoknak is tudunk örömet szerezni. Emlékszem, amikor én diák voltam a Bencés gimnáziumban, és akkor ott a kémia órán, így a bal első padba ültem, és amikor az Ede atya, a Bencés tanár, hogy fölnézett a szemüvege fölött, körülnézett, hogy kit feleltessen, forgatta a naplót. Én mosolyogtam, azt mondta, azért se téged kérdezlek, mert látom, hogy tudod, mivel mosolyogsz. Na aztán, amikor úgy volt, hogy nem nagyon készültem a kémia órára, még jobban bevetettem ezt a fegyvert. Mosolyogtam a Ede atyára, és volt úgy, hogy egész fél év alatt csak dolgozat jegyeim voltak, feleltetni sose feleltetett, mert ezzel a mosolyjal elhárítottam a rám leselkedő veszedelmet. Na most nem azt mondom, hogy a mosolyunkat ilyen fegyverként használjuk, de azt igen, hogy a szeretetünk kifejezéseként tudjuk használni a mosolyt.
A Szentleckében hallottuk, Szent Pál apostol azt mondja, legyetek mindig derűsek. Természetesen ez nem mindig könnyű, és bizony nehéz örülni akkor, hogyha az embernek valami miatt nincsen jó kedve. Ha nincs erő mosolyogni, kérjek előtt Jézustól. Ő mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtottok, és az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. Az élet terhei és nehézségei akkor válnak a magam számára könnyebbé, hogyha tudatosítom magamban, hogy igenis, ennek is köze van az örök élethez. Ez a nehézség, ez a fájdalom, ez engem közelebb vihet az üdvösségemhez, az Istenhez. Tehát nem a körülményeim megváltoztatásától kell várnom terheim enyhülését, hanem attól a felismeréstől, hogy a kereszt, a nehézség is benne van az Istennek a rólam alkotott tervébe. És az a bizalom, hogy Isten nem próbál meg annyira, hogy én azt ne tudjam elviselni. Ha ad terhet, akkor bizonyára és biztosan lehetünk bennünk, hogy ad hozzá erőt is annak az elviseléséhez. De örülhetünk például annak, hogy mi egy olyan egyháznak a tagjai vagyunk, amelyet Jézus Krisztus alapított, mégpedig 2000 évvel ezelőtt. Tehát mi nem évtizedekbe, nem évszázadokba, hanem évezredekbe mérjük a mi kereszténységünket. Ezért örülünk annak, hogy amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Vagyis az egyháznak a látható feje a római pápa. Ezért, ha az egyház csak ilyen emberi építmény lett volna, akkor a 2000 év alatt bizonyára összeomlott volna már a többi emberi izmussal együtt. De mivel isteni alapítású, ezért Jézus megígéri Péternek, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Egy egészséges öntudatot kell, hogy érezzek a hitem és a vallásom iránt. De természetesen, ahogy az ember a saját édesanyját is szereti, a hibái ellenére is, ugyanúgy mi is az egyházunkat is szeretjük, annak ellenére, hogy tudjuk, érezzük, látjuk, tapasztaljuk a hibáit. Mert ki az egyház? Nem a papok, a püspök, meg a pápa. Az is, de nem csak. Hanem az egyház mi vagyunk. Ha mi egyenként nem vagyunk tökéletesek, ha mi egyenként gyarlóak vagyunk, akkor miért várjuk el azt, hogy közösségben a sok gyarló embernek a közössége az tökéletes legyen? Hát nem lehet. De tökéletességre törekvő igen. Vagyis akarjak mindig jobb lenni. Ezért, amikor mi megbánjuk a bűneinket, akkor igazából az egyházat tesszük jobbá. Amikor mi bűnt követünk el, akkor ezt a közösséget tesszük rosszabbá. Ezért a bűn nem csak egyéni dolog, hanem igenis köze van az egyház közösségéhez. Ezért kell nekünk igazából örülnünk, hogy mi ennek az egyháznak lehetünk a tagjai, akkor is, ha nem vagyunk tökéletesek, de Jézus mit mondott? Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, és nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Tehát ez az egyház a világban egy jel, mégpedig az Istenhez vezető útnak a jele és eszköze, amelyet igenis használnunk kell és örülnünk kell neki. Most van a fele, ahogy mondtam, az adventnek, sőt, most igazából már kétharmada van, mert az idei advent ugye csak 3 hétből áll, 4 vasárnap lesz, de jövő vasárnap már itt nem is lesz szent misa, hanem 2 misét tartunk csak a püspök templomban reggel, meg a fogadalmiban 9-kor, azért, mert máshova is kell mennünk, hiszen délután már karácsony van, és azért megvan a mise szám limit, amit már egy pap nem tud tartani egy nap 3 misénél, egy vasárnap 3 misénél többet. Ezért próbáljuk úgy alakítani a
jövő vasárnapunkat, hogy eljussunk Szentmisére, és utána a karácsonyra is a karácsonyi miserendet figyelembe véve tudjunk elmenni. Ilyenkor a fél időben jó, hogyha egy kicsit szusszanunk, jó, hogyha egy kicsit azért, ahogy a foci meccsen is egy kicsit pihennek azok a játékosok, isznak egy kis szódát, beszélnek az edzővel, visszagondolnak az első fél időre, mi volt a jó, esetleg mit lehetne jobban csinálni, hallgatnak az edző tanácsaira. Mi is így kell, hogy legyünk. Igenis, lehet, hogy az elmúlt két hétben nem volt minden tökéletes. Örüljünk annak, ami sikerült, és ne kedvetlenítse el minket az, ha valami nem. Hanem most, az utolsó egy hétben, olyan, mint az a futó, aki az utolsó energiáit is tartja még ahhoz, hogy célba tudjon érni, mi is most az utolsó egy hétben figyeljünk oda, hogy lelki ajándékokat tudjunk adni Jézusnak. A gyerekeknek elmondtam most a 9-es misén azt, hogy ugye, ami ajándékunk Jézusnak, nem az, hogy odaadjuk neki a megunt játékunkat, hanem a mi ajándékunk Jézusnak az, hogy közelebb kerülünk hozzá az imádságban, ebben az időszakban, tesszük a jót, észrevesszük kinek, mikor, hogyan, hol segíthetünk, és próbálunk valamiről lemondani, ami jó lesne, pont azért, hogy a lelkünket próbáljuk előkészíteni karácsony ünnepére, Jézus születésének megünneplésére. Ezek a mi ajándékaink. Ezeket tudjuk mi oda tenni Jézus jászlához. Azokat a nehézségeket, amiket sikerült legyőznöm magamban az advent során, és nem az ösztönvilágom, nem a testem irányított engem, hanem én magam tudtam uralkodni a testem fölött, éhes vagyok, nem biztos, hogy mindig annyit vagy azt tettem, amit kellett, hanem próbáltam egy kicsit akkor visszafogni magam. Szomjas vagyok, persze, hogy iszom, mert mondják, hogy inni kell, de ha azt mondom, hogy csak két perccel később iszom, már akkor is azt az ösztönömet én irányítom, mert nem arról van szó, hogy azonnal mindjárt teljesül, ahogy jelentkezik bennem az a kívánság. Ezeket az ajándékainkat gyűjtsük, és adjuk majd oda Jézusnak. Hallottuk a mai evangéliumban, hogy a zsidók elküldték az ő követeiket, hogy megkérdezik Keresztelő Jánostól, hogy kicsoda ő. És ő kimondja, nem én vagyok a Messiás. Igazából dicsérendő a zsidók magatartása, mert kutatták, keresték a megváltót, és nem úgy gondolkodtak, hát ha ő a megváltó, majd lejelentkezik nálunk, hanem keresték, kutatták. A mai embernek is ez lenne a feladata, keresni, kutatni Jézus után, minden lehető eszközt igénybe venni ahhoz, hogy megismerhessük egyre jobban őt. Biztos, hogy maga Jézus is közeledik mindenkihez, és mindenkinek megadja a kegyelmet, hogy őt fölismerjük. Nekünk is vállalnunk kell a fáradtságot. Olvasnunk kell a Szentírás, naponta imádkoznunk, eljönni vasárnap templomba, tenni a jót. Tehát ezeket mind-mind nekünk is ezt a fáradtságot vállalnunk kell ahhoz, hogy találkozhassunk vele. Ezért Jézus megajándékoz azzal a csendes örömmel és derűvel, amit sugározhatunk magunk körül. Ezzel is tanúságot téve Jézusról, a körülöttünk élő embereknek, hogy szeret minket az Isten, és ezért küldte el hozzánk fiát, akinek születésének megünneplésére készülünk. Amen. Milyen kivételes ajándék a mosoly, hiszen nem kerül semmibe, mégis szívet melengető. Csak egy pillanatig él, de emléke megmarad, hívta fel a figyelmet Bacsmai László advent harmadik vasárnapján, mely az öröm vasárnapja. A mohácsi plébános az Árda templomban elmondott szent beszédében hozzátette, a mosoly örömöt szerez és táplálja a jó indulatot. Amint fogalmazott, senkinek nincs nagyobb szüksége a mosolyra, mint annak, aki már nem tud mosolyogni. Az őszi szezon utolsó mérkőzését hazai pályán játszotta a mohácsi Motex KC férfi kézilabda együttese a Harkány Ese ellen. A jó iramú találkozó első félidejében még Mohács vezetett 3 góllal, a végére azonban úgy tűnt, a fürdővárosi vendégek jobban bírták a hajrát, így ők győztek 24-22-re. Elkeseredésre viszont nincs ok, hiszen a mieink a harmadik helyen zárták az évet, tehát megérdemlik a szép volt fiúk köszöntést. Salac Attilával a meccs után beszélgetett sporttudósító munkatársunk Györfi Csaba.
Lezajlott az év utolsó férfi kézilabda mérkőzése. A nagy rivális, a Harkány volt a mai ellenfelünk. Amennyire úgy készült szerintem az én lélekben mindenki, hogy a Harkány egy nagyon agresszív, durva, kemény játékot fog mutatni, és valószínű, hogy ők táncoltatnak bennünket. Ehhez képest elmondhatjuk, hogy az első fél idő végig úgy mozgott, illetve úgy zajlott, ahogy mi fütyültünk. Aztán valami történt a második fél idő utolsó 10 percébe igazság szerint, ahol vagy elfáradtunk, vagy valami módosult a fejekben. Erről kérdezzük Salac Attilát egyelőre, így a meccsel kapcsolatban. Igen, azt hiszem, hogy igazad van, valóban ez történt. Ha jól emlékszem, 40 percig vezettünk, és tényleg óriási energia kibocsátásra kényítettük a Harkányt, és hát nagyon jól játszottunk. Sajnos egy kicsit mi is elfáradtunk ebben. A második fél időben védekezést váltottak, és 5-1-es védekezést váltottak, a Goránra kijöttek, és ő már sokkal kevesebbet tudott hozzátenni a támadójátékunkhoz, és valószínűleg ez is okozta, hogy 40 perc után utolértek minket, majd gyakorlatilag az utolsó 6-7 percben ki is kaptunk tőlük. Kicsit elfáradtunk, egy picikét nagy iramot diktáltunk az első fél időben, ami sajnos visszaütött a másodikban. Ennek ellenére mondjuk az első fél időben az a 14-11 meghozta a gyümölcsét, és akkor még abszolút bizalommal álltunk hozzá, de ennek ellenére, ha a végeredményt néznénk, akkor sincsen okunk a panaszra, mert annyira nem velt el a Harkány, mint amennyire ez igazság szerint matekolható lehetett volna. Sikerült-e megvalósítani azokat a terveket, amiket a szezon elején kitűztünk célul? Azt gondolom, hogy sikerült megvalósítani ezeket a terveket, ehhez viszont valóban szükség volt a Pélmanostori és Eszéki játékosokra, akik egyébként, ha azt nézzük, szintén Baranya megyéből jönnek, csak a horvát Baranyából, tehát annyira nem is idegenek. Igen, fanatikusak, elszántak, jönnek az edzésre, és ha valami oknál fogva nem tudnak jönni az edzésre, akkor többször elnézést kérnek. Igen, kellettek ahhoz, hogy a Motex is tovább tudjon működni, hiszen tavaly több meccset kellett elhalasztanunk pont azért, mert kevesen voltunk, illetve viszonylag közel álltunk ahhoz, hogy hát kvázi, ha nem is megszűnik a csapat, de teljesen takarékra veszi a sebességet. Na most ehhez képest a harmadik helyen vagyunk a bajnokságban, és gyakorlatilag a bajnok esélyeset is óriási küzdelemre kényszerítettük, és egy picike szerencsével talán még meg is nyerhettük volna ezt a mérkőzést, amennyiben nem fáradunk el a végére. A jövőre tekintve, tehát ugye a következő szezonra, hogy készülünk föl, mit várhatunk, mint Motex KC szurkolók? Mindenképpen meg szeretnénk tartani ezt a pozíciónkat, tehát ebből nem szeretnénk leadni, ettől csak jobb lehet. Amúgy pedig azt kell mondanom, hogy ez a Harkány, ez körülbelül 10 éve együtt játszik, nekünk pedig ez az első szemeszterünk, fél évünk, így az új megalakult Motex-szel. Ehhez képest egy 10 éve együttjátszó, gyakorlott, ismert, összeszokott csapatot óriási erőkibocsátásra kényszerítettünk, szerintem tökéletes volt. Tehát egy picikét optimistán nézve a jövőre, gyakorlatilag ezt a meccset mi nyertük meg. Kedves nézőink, ennyi fért december 20-ai magazinműsorunkba. Engedjék meg, hogy munkatársaim és a magam nevében is nagyon boldog, békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánjak Önöknek. Viszontlátásra a jövő héten!